Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 24-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A jövő egyeteme épül Győrben, tovább folytatódik az intézmény fejlesztése. Az országgyűlési képviselő szerint a Széchenyi infrastruktúrális szempontból is nagyot lépett előre az elmúlt években. Büszkék lehetünk a városra, mert Győrben igazán virágzik a magyar kultúra. A kultúra napján ünnepélyes keretek között adták át a Győr közművelődéséért és a Győr művészetéért díjakat. A magyar kultúra napjához kapcsolódva ismét ünnepi héttel emlékezik névadójára a Kölcsey Ferenc iskola. Közös himnusz szavalással indult a hét, ezúttal mindenki az osztályában szavalt. A jövő egyetemét építjük Győrben, a felsőoktatás ugyanis kulcsfontosságú terület, amit a magyar kormány is kiemelten támogat. Ezt mondta a Győr Plusznak Simon Róbert Balázs. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a Széchenyi Egyetem az ország egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye, ami igaz az oktatás színvonalára és az infrastruktúrára is. A napokban három újabb egyetemi épület felújítása zárul, a jogi kar mellett az apácai kar 2. számú épülete és a Bridge hallgatói és oktatói klub is megszépült Győrben. Kívül már teljesen kész, bentről viszont még a folyamatban lévő munkálatok zaja szűrődik ki. Szépen alakul a Bridge felújítása, ami közel 140 millió forint pályázati forrásból valósul meg. Energetikai korszerűsítésen esik át a hallgatói-oktatói klub, csak úgy, mint az egyetemi jogi kara és az apácai kar 2. számú épülete. Pillanatnyilag 3 épület felújítása zajlik Győrben, ezek közül 2 emelnék most ki. Az egyik a mögöttem található Bridge hallgatói klub épülete, energetikai fejlesztés felújítás, nyilászárót csere, fűtéskorszerűsítés, napelemek elhelyezése, külső szigetelés, tehát egy komplex energetikai felújítás zajlik. Az átadás egyébként február közepére várható, és ezzel párhuzamosan pedig az apácai kar 2. számú oktatási épülete, ami a Liszt Ferenc út 17 alatt található, hasonló módon energetikai felújításon esik át. Én azt gondolom, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk lenni, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, ahhoz szükségesek természetesen elsősorban a kiváló hallgatók és a kiváló oktatók, de legalább annyira fontos az infrastrukturális háttér megteremtése. Az elmúlt 10 évben országgyűlési képviselőként, közösen Kara Ákossal és a város vezetésével mindig arra törekedtünk, hogy komoly források érkezzenek Győrbe, és ezek közé tartozik a Széchenyi István Egyetem is, ami ugye állami fenntartásban működik, és az elmúlt években több épület is megújult. Ezek a fejlesztések már nem csak a jelennek, de a jövőnek is szólnak, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Simon Róbert Balázs kiemelte, a következő időszakra is sok elképzelés van a Győri Egyetemmel kapcsolatban, mint például a korábbi kekszgyári kocka funkcióváltása. Ez egy közel 7 milliárd forintos fejlesztés, amelynek az a célja, hogy a hallgatók és az oktatók napi kapcsolatba kerüljenek a gazdasági élet szereplőivel, hiszen ez egy startup lehetőséget is biztosít induló vállalkozásoknak, illetve már működő kis- és középvállalkozásoknak pedig. Azok a fiatal mérnökök, akik itt hallgatóként tevékenykednek és aztán dolgoznak, már a képzés ideje alatt kapcsolatba kerülnek a régióban működő gazdasági társaságoknak a képviselőivel, vezetőivel, tehát elsajátítják azt a gyakorlati tudást is, ami aztán későbbiekben hasznossá válik, és ebből tudnak profitálni. De nem csak a hallgatók profitálnak ebből természetesen, hanem maga a régió és a város is, hiszen én azt gondolom, hogy a kiművelt emberfők sokasága adja azt a lehetőséget, amellyel helyzetbe tudunk kerülni, és helyzet előnyre is szert tudunk tenni, akár Győrben, akár természetesen európai viszonylatban is, hiszen ez egy európai, vagy azt mondhatom világjelenség, hogy már a hallgatók az oktatás időszakában bekapcsolódnak a gyakorlati munkába a gazdasági társaságok kapcsán. A jogi kar, a Bridge és az apácai kar épületének befejezési határideje február közepe, de több másik egyetemi épület fejlesztése is zajlik állami forrásból. Ezek összértéke mintegy 4,2 milliárd forint, amiből jóval komfortosabbá válnak a Széchenyi különböző intézményei.
Hagyományosan ünnepséggel és díjátadással ünnepelte Győr a Magyar Kultúra Napját. Az egyetem hangverseny termében tisztelegtek a résztvevők január 22-e a himnusz születésnapja előtt. A Kultúra Napi ünnepségen Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott, Győrben virágzik a magyar kultúra, míg dr. Dézsi Csab András polgármester arról beszélt, büszke a városra és a helyi kulturális élményekre. A rendezvényen adták át a Győr közművelődéséért és a Győr művészetért díjakat. A Kis Cserók Táncegyüttes fergeteges néptánc bemutatójával indult a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepi műsor az egyetemi hangversenyteremben. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő beszédében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy január 22-e az egyetemes magyarság ünnepe, múltunk, jelenünk és jövőnk tisztelete. Kiemelte, oda kell figyelni és meg kell becsülnünk a köztünk élő tehetségeket. Minden nap kapunk valamit a kultúránktól, szinte minden mozdulatunk, gondolatunk, elhatározásunk, cselekedetünk része annak, amit úgy nevezünk magyarság, magyar történelem, magyar kultúra. Szerencsére itt Győrben igazán virágzik a magyar kultúra. Mindez azoknak a kulturális szakembereknek az érdeme, akik az év szinte minden órájában azon dolgoznak, hogy közelebb hozzák az emberekhez a művészeteket, hogy elvigyék a rohanó hétköznapokba a minden rosszat elfeledtető kulturális értékeket. Nagy köszönet tehát mindazoknak, akik a magyar és városunk kulturális életének ápolásán dolgoznak, időt és energiát nem sajnálva. Jó dolog Győrben polgármesternek lenni, kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Dézsi Csaba András. Büszke lehetek a városra. Azért lehetek büszke a városra, mert akárkivel beszélek a városon kívül, mindenki irigykedve mondja, hogy de jó nektek ott Győrben. De jó dolog elmenni Győrbe, de jó volt ott Győrben lenni. És amikor megkérdezem, hogy miért, akkor mindenki valamilyen olyan élményt említ, ami a kultúrához kapcsolódik. Hiszen a kultúrának része az építészeti kultúra épp úgy, mint a különböző klasszikus kulturális események, hiszen van nekünk egy kiváló színházunk, ahova szeretnek járni a győrieken kívül a számunkra vidékiek, sokan a fővárosból. Nagyon fontos része a győri balett, akik itthon megmutatják a művészetüket nálunk Győrben, de járják az országot és a világot. A polgármester beszélt a győri filharmonikus zenekar a Vaskakas Báb Színház sikereiről is, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, a dr. Kovács Pál könyvtár és a Generációk Művelődési Ház jelentőségéről. A köszöntők után dr. Dézsi Csaba András és Rózsa Völgyi László, az Oktatási Kulturális Sport és Turisztikai Bizottság elnöke átadta a díjakat, díszokleveleket és üvegemléktárgyakat. Az Art World Hungary Egyesület a város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül kapta meg a Győr Művészetért díjat, amit Rovács Jolanta, az Egyesület elnöke vett át. Szeretnék megköszönni az elismerést a Kultúrán Napja alkalmával adományozott díjért, amelyel város elismerte a munkásságunkat, és csak egy gondolat, hogy úgy gondolunk, vagy vélünk, hogy utóbbi időben, években a Győrben kultúra felkarolása a város szívügye lett. Köszönöm szépen! Győr művészetért díjban részesült a Hoppáré zenekar, az együttes Győrváros kulturális életének meghatározó szereplője. Óriási köszönet jár érte Győrnek. Mi az elmúlt 10 évben rengeteg lehetőséget kaptunk Győrtől, Győr különböző helyein zenélni, játszani, feldolgozni a saját dalainkat, megmutatni, és közelebb kerülni az emberekhez, a közönséghez, akik nagyon motiváltak minket arra, hogy jó, amit csinálunk, szeretik, amit csinálunk, és nekünk ez rengeteg erőt adott ahhoz, hogy folytassuk, és
mi amíg tudjuk és bírjuk, addig mindig lesz Győrben egy hoppári zenekar, és itt szeretném megköszönni a fölterjesztést, és mindenkinek, aki támogatott minket valamilyen formában, hogy zenélhessünk. Úgyhogy köszönjük szépen az egész zenekar nevében. Győr közművelődésért díjat kapott Fazekas Antónia, Generációk Művelődési Házának igazgató helyettese, aki közvetlenül összehangolja, irányítja és felügyeli az intézmény szakmai munkájának egészét. Emellett olyan egyedi és kreatív programok megalkotója, mint például a raklapos építőjátszóteres tábor. Nagyon megtisztelőnek és meghatónak érzem azt, hogy azok közé az emberek közé tartozhatom idén, ahol dr. Dézsi Csaba András polgármester úr nekünk adományozta ezt a csodálatos díjat, és külön örömmel tölt el, hogy kiemelkedő figyelemmel és gondoskodással kíséri végig a Generációk Háza munkáit. A városvezetés elismerésben részesítette az önkormányzat kulturális intézményeiben magas színvonalú munkát végző munkatársakat. A díjak átadása után az ünnepi műsorban közreműködött Dudás Dorottya előadó művész, Sós Gábor orgona művész és a Premium Show BT. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a himnuszt. A jeles eseményhez kapcsolódva a győri Kölcsey Ferenc általános iskolában ismét megrendezik a Kölcsey hetet, amely során játékos formában sokszínű programokkal, vetélkedőkkel emlékezik meg névadójáról az intézmény. A hagyományoknak megfelelően hétfőn közös himnusz szavalással indították a rendhagyó hetet a diákok, ezúttal azonban nem a közeli Szent Imre templomban, hanem mindenki a saját osztályában. Pontban reggel 8-kor felcsendült a himnusz a Kölcsey Ferenc általános iskola rádiójában. A járványhelyzet miatt ezúttal minden osztály ezen a csatornán saját termében hallgathatta meg az ünnepi műsort, mellyel a névadó előtt tiszteleg az intézmény. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, ehhez kapcsolódva rendezik meg az iskolában a Kölcsey Hét programsorozatot. A Kölcsey Hét rendezvénysorozata remek lehetőség arra, hogy a gyermekeinkben erősítsük a kölcsei szellemet. Felhívjuk a figyelmet a kultúra fontosságára és a magyar nyelv használatának a fontosságára. Ehhez remek lehetőséget nyújtanak a hét folyamán megrendezésre kerülő versenyeink, ahol a tanulóink játékos feladatokkal mérhetik össze tudásukat és kipróbálhatják magukat. Szépíró, versmondó, szépkiejtési verseny, fizika, kémia megmérettetés, Győr 750-es várostörténeti vetélkedő, minden napra jut bőven program a különböző korosztályoknak. Azok a rendezvények, melyekre a győri iskolák diákjait is megszokták hívni, idén elmaradnak a járvány miatt. A Kölcsey Hét legkiemelkedő programjai nem fognak ebben az évben megvalósulni, a pandémia miatt nem tudjuk megrendezni a városi versenyeinket. De ennek ellenére az iskolánk tanulóinak megrendezzük a versenyeket. Kiemelkedő versenyünk lesz a Győr 750 várostörténeti verseny, a rendhagyó órák, és a szépkiejtési verseny, versmondó verseny és szavaló versenyek. Ahogy az minden évben szokás, a Kölcsey és diákok együtt szavalták el a himnuszt, igaz idén mindenki a saját osztályában, nem pedig közösen a Szent Imre templomban. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy minden évben a kultúra napjára emlékezünk, és közösen szavaljuk a himnuszt, ez beleévődik a gyermekek lelkületébe. És a Kölcseiben nem kérdés, hogy mindenki teletorokkal énekelni tudja a himnuszt. Már alsó tagozaton is megtanulják a gyermekeink a himnusz szövegét. Az ünnepi műsor és a közös szavalás után az iskola udvarán található Kölcsey szoborhoz vonultak a diákok és a pedagógusok. A koszorúzás mellett a fiatalok fehér virágot helyeztek el intézményük névadójának mellszobránál, ezzel pedig el is indult a Kölcsey Hét, melynek keretében már hétfőn délután szépíró versenyt tartanak az alsó tagozatosoknak. Örömteli hír az is, hogy 2 év után újra megjelent a Kölcsey iskola újsága, a Lapka.
Kiállítás nyílt a Győr keresztekről a Ménfőcsanaki Bezerédi kastélyban. Hargitai Bea akvarell sorozata a 31 keresztet, köztük a Városháza előtt júniusban felállított művet, Lebó Ferenc szobrászművész alkotását is megjeleníti. A Győr kereszteket még II. Rudolf császár állítatta 1598-ban, azután, hogy a győri várvédők egész Európát megvédték a törököktől. A kereszteket tavaly a város 750-es jubileuma alkalmából a polgármester és csapata kutatta fel és dokumentálta. Hargitai Bea ezek alapján készítette el a tárlat képeit. Az összes Győr keresztet akvarell technikával készítette el Hargitai Bea. A keresztekhez azt is odaírták, hol találhatók meg. A művész kiállítása hétfőn nyílt a Bezerédi kastélyban. A polgármester dr. Dézsi Csaba András és csapata még tavaly kereste fel és dokumentálta a kereszteket Németországban, Ausztriában és Magyarországon. Tulajdonképpen a 750. év hívta fel a figyelmet arra, hogy itt egy fontos eseményt meg lehet örökíteni. Ez a 750 évnek voltak már előzménye, hiszen egy jó 120 évvel ezelőtt, amikor még Mól Adolf gondolkodott azon, hogy kellene egy Pálffy és egy Schwarzenberg szobor. Ők már akkor megírták a Győr kereszteknek akkor még felelhető példányait, és ez nyomtatásban is megjelent. És abban a tekintetben mindenképp érdekes, hogy Győr polgármestere Déri Csaba András fölvállalta azt, hogy egyfajta kulturális missziót, expedíciót vezetett Ausztriába, és gyakorlatilag két profi fotóssal, Marcali Gábor és Olyapucs Péterrel lefotózták ezeket, és film is készült ezekről. Azzal a tudattal, hogy majd ezeknek a Győr kereszteknek a történetét kiadványban, kötetben is megjelenítsék. A Győr kereszteket az 1598-as győri csata előtt tisztelegve állították. Ekkor foglalták vissza őseink a várat, megvédve ezzel a töröktől Európát. Maga az uralkodó II. Rudolf, hát az, aki tulajdonképpen nem csak a Magyarországnak volt az uralkodója, Ausztriának, a német, hanem úgy, akkor még úgy mondták, hogy a német-római császár volt, ő rendelte el az, hogy annak a tiszteletére, hogy sikerült visszavenni a várat, mindenhová állítsanak a birodalom területén ilyen győr kereszteket. Hargitai Bea több mint 30 darabból álló sorozata megkapó bájjal jeleníti meg a régmúlt dicsőség emlékét. Magam is elgyönyörködtem, és hát az előbb mondtam, hogy igazából a tájba helyezték be, és így sokkal közelebb van érzelmileg, mint hogyha csak egy keresztet, tehát magát a keresztet fotózták volna le. És így képpé lehetett alakítani. Tehát egy szép képek lettek belőle. Az alkotó közel egy hónap alatt készítette el a műveket a fotók alapján. A sorozat pedig a legújabb keresztet is tartalmazza, melyet júniusban állítottak fel a Városháza előtt. A Lebo-féle kereszt is megvan. Az tulajdonképpen már mire az ünnepség meg lett szervezve, tehát meg lett, addigra én azt már megcsináltam. Nagyon gyorsan elkészítettem, hogy meglegyen a sorozat. Tehát az ugye a befejező rész, ami a legfrissebb kereszt. A kiállítás február 11-ig megtekinthető a Művelődési Ház nyitvatartási idejében a járványügyi szabályok betartásával. Közönség találkozóval egybekötött filmvetítésen nézhették meg az érdeklődők Pannonhalmán a mozikban néhány hete bemutatott Magyar Passió című filmdrámát. A résztvevők kérdezhettek is a film rendezőjétől és főszereplőjétől, Eperjes Károlytól, valamint Várszegi Asztrik emeritus főapáttól. A nagyjátékfilmben a magyar kereszténység egyik legsötétebb időszaka kerül középpontba, amikor az AVH kegyetlen támadást indított a szerzetes rendek és egyházi közösségek ellen. A Magyar Passiót mindössze 31 nap alatt forgatták le, és a koronavírus se kedvezett a film elkészültének. Nagy érdeklődés övezte a nemrégiben bemutatott Magyar Passió című film vetítését Pannonhalmán. A Kazinczy Ferenc Művelődési Házban a produkció rendezőjével, egyúttal főszereplőjével, a Kossuth-díjas Eperjes Károllyal, valamint Várszegi Asztrik emeritus főapáttal az intézmény igazgatója Takács Krisztián beszélgetett, de természetesen a közönség is kérdezhetett a vendégektől. Az 1950-ben játszódó, valós eseményeken alapuló történet fókuszában Leopold atya és Keller főhadnagy párharca állt.
a magyar kereszténység legsötétebb időszakát ismerhetik meg a nézők, egy igazi drámát, amely nem került bele a történelemkönyvekbe. A történelemkönyv nem csak ez van megmásítva, sok minden nincs még úgy tisztázva. Hát, amíg az emberiség a francia forradalmat vívmánynak tartja, nem pedig szégyennek, addig mit csodálkozunk, hogy egy ilyesmi nincs benne, de azt elképzelhetetlennek tudom, hogy a lengyelek ne tegyék be a történelemkönyvbe Katyint. Ez a mi Katyinunk tulajdonképpen, és ez... De most úgy tudom, hogy a film hatására ennek most foganatja lesz, úgyhogy bekerül a magyar történelemkönyve. Nagyon helyesen. A találkozón elhangzott 1950-ben a kommunista diktatúra erőszak szervezete az AVH kegyetlen támadást indított a szerzetes rendek és az egyházi közösségek ellen. Az 1949 és 56 között tartott koncepciós perekben 14 püspököt, több mint 1300 papot, 3100 szerzetest és apácát ítéltek börtönbüntetésre vagy internálásra. 23 férfi és 40 női szerzetes rendet betiltottak vagy felszámoltak. Sajnos Pannonhalmán a bencéseknek sem kegyelmeztek. A nagy bencés rend 1945-ben 300 főt. Most kerekítünk számot, és a 50-es megállapodása 74-re határozták meg a létszámot, hogy a 74 rendtárs atya dolgozhatott, élhetett Pannonhalmán, illetve Győrött, és aztán röviden megpróbáltam elmondani, hova mindenhova szóródtak el, mivel foglalkoztak. Tehát bennünket a részleges feloszlatás, és ez még kegyelem volt, mérhetetlenül padlóra vitt és legyöngített. A bencések azóta töretlenül kitartó munkával igyekeznek újra felvirágoztatni a rendet, de az újrakezdés sosem könnyű, folyamatosan akadnak nehézségek. A Magyar Bencés Kongregáció ma jelen van Pannonhalmán, Győrött, Bakonybérben, Tihanyban, sőt, São Paulóban is egy apátságban, amit magyarok alapítottak, de brazil rendtársak, és 15 egyházközségben, és így is mondanám, számos iskolában, mert van egy Szent Benedek iskola központunk, alapítványunk is, amelynek több tagintézménye van. Tehát az elmúlt 30 esztendőt megpróbáltuk imádkozva, dolgozva, szorgalmas munkával reorganizálni, újjászervezni. A Magyar Passió egészen rövid határidővel került a mozivásznakra. Mindössze 31 nap alatt forgatták le a készítők. Az indítástól számítva a 9. hónapra kész is volt a film. Ha ezt így írásba adja valaki, hogy ez hogy? Tenyeré hordozott minket a Jóisten. Úgy látszik, hogy ezt így kell csinálni a mindennel, hogy jó mellé oda kell lenni, és rá kell bízni a Jóistenre. Persze, meg kell tenni a magunk módján, amit a képességeinktől telik. Persze. A jövőben több filmfesztiválra is benevezik az alkotást, például a moszkvai vagy a varsói szemlén is bemutatkozhat majd a Magyar Passió. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Mindjárt folytatjuk a sporthírekkel, friss információkkal legközelebb kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Az év egyik legfontosabb utánpótlás asztali tenisz világversenyét rendezi Győr júniusban. Az eseményre közel 1000 résztvevőt várnak. A világfesztiválon már azok közül a fiatalok közül is többen részt vehetnek, akik az elmúlt napokban a városban edzőtáboroztak. A korábban virágzó, majd hosszú időn át épp, hogy csak életben tartott vidéki asztali tenisz Győrben kapott új lendületet az utóbbi években. A klubaréna volt az otthona a para válogatott felkészüléseinek, így az alapja a tokiói paralimpia sikeres szereplésének. Az épek mezőnyében is kiemelkedő edzés és versenyhelyszín Győr, ahol olyan eseményt szerveznek júniusra, amilyen pontosan 20 éve volt utoljára Magyarországon. Az olimpiai sportparkban a világ legtehetségesebb fiatal asztali teniszezői veszik birtokba a csarnokokat, és nagyjából 1000 résztvevővel egy héten át tart majd a sportág ifjúsági világfesztiválja. Több mint 50 nemzetet várunk, nemzet sportlóit várjuk Győrben nagy szeretettel. Ugye a világbajnokság és a világjátékok abban különbözik egymástól, hogy itt azért nap mint nap különböző egyéb más kulturális események is lesznek, amik a
a fiataloknak a szórakoztatását szolgálja, illetve hát a győrieknek is ezek olyan kulturális események lesznek, hogyha a sport élvezete mellett megnézhetnek más kulturális rendezvényeket is. Egyébként meg fantasztikus dolog az, hogy tényleg olyan sportolók is jönnek Győrben, mint például Jónyer István, aki azért az egyik legnagyobb asztali teniszező a világon. Győr polgármester ezúttal egy olyan edzőtáborba látogatott el, ahol tehetséges fiatalok gyakorolhattak a legjobb körülmények között. A jövő asztali tenisz tehetsége program résztvevői közül többen ott lehetnek a nyári győri világfesztiválon is. Ők olyan képzés szerint készülnek, amelynek alapjait Kínából hozták a magyar szakemberek. Kiválasztottunk az országból 10 fiatal gyereket, és föl szeretnénk vértezni őket a kínai tapasztalatokkal, a kínai módszerekkel, hogy olyan alapokkal rendelkezzenek, ami biztosítja azt, hogy ne legyen szakmai deficit, és valamikor pár év múlva közülük kikerülhessen esetleg az új Jónyer, az új Lampár, az új Gergely, vagy akár az új Krejsz Tibi. Mi boldogak vagyunk, hogy itt lehetünk Győrben. Minden hónapban 3 napos összetartásra jönnek a fiúk az ország legkülönbözőbb pontjairól, és itt próbálunk olyan edzőpartnereket melléjük rendelni, akik nem csak játéktudásban, hanem emberi kvalitásban is példaképek. Jött 2 versenyző, Arlói Zsófia és a bronzérmes Svitacs Alexa is képviselte a tokiói paralimpián, a válogatottat pedig Bíg Zsolt szövetségi kapitány irányította, aki a győri asztali tenisz élet első számú szakembere, szervezője. Céljai között ott van az is, hogy ne csak a paramezőnyben legyenek a városnak kiemelkedő játékosai. Vannak most is ügyes gyerekek, ezeket az ügyes gyerekeket itt győri szinten is úgy kell motiválni, úgy kell szakmailag hozzájuk nyúlni, hogy ne csak szavak legyenek, hanem előbb-utóbb ebből valami jó dolog is kialakulhasson. Én azt gondolom, hogy én is most 100%-ig csak erre tudok fókuszálni, hiszen klubmunkában a paraválogatottat természetesen dolgozom és csinálom tovább olimpiai ciklus után is, de klubmunkában én a győri klubarénához jöttem vissza, már nem vagyok a BVRC-nél, 20 év után eljöttem, és fő feladatomnak tekintem azt, hogy itt Győrből is ugyanúgy, ahogy országos szintre a legmagasabb szakmaiságot tudjuk adni. Első alkalommal 1989-ben rendezték meg a világfesztivált, akkor a Budapest sportcsarnokban közel 1000 résztvevő játszott 50 asztalon. Győr június közepén ezt próbálja túlszárnyalni. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok a viszontlátásra!